Sziasztok, jó reggelt mindenkik, és jó hétvégét is kívánok nektek. Először, hogy bocsi a csúszásért, hogy majdnem így fél órára később kezdek, de egy valamit elfelejtettem, előkészülni a játékbeli mágiára, csak a modos mágiára készültem fel, úgy voltam vele, hogy meg kell nézni mind a kettőt, és most léptem be 8-20-kor, magába a játékba is néztem, hogy a játékbeli mágiát egyáltalán nem készültem föl rá, szóval az, amíg fölkészültem, az fél óra volt. Ezért kezdünk most így, majdnem fél órával később, fiúk, lányok. Mind ahogy tervezve volt, de hát ez van. Különben már 7-kor fönn voltam, ezt tegyük hozzá. Csak ezt elfelejtettem. A héten már modos mágia, ahogy mondtam nektek, felkészültem. És akkor szerintem mágjunk is bele igazából. Belenézzünk mindegyikbe. Sőt, a modos mágiát mindenképp megnézzük teljes egészében. A játékmágiát, ami alapban a játékban van, ugye fél éve jött be, meg csak kicsit így részletesen, mert azt, amikor megjelent, azt úgyis kiveséztük. Na nézzük is. Sziasztok, jó reggelt! És jó hétvégét is ismét. Na nézzük. Szerintem először kezdünk az alapmágiával, úgy értem, hogy mi a játékban van. Mágia, ugye én azt mondtam nektek, hogy egy-két dolog aztán úgy hasznos, vagy lehet, viszont minden más inkább csak látvány. Sok értelmét nem látom. A mai napig. Nem beszélve, hogyha ugye használjátok ezt a mágiát, ugye amit az alapjáték biztosít, akkor kapjátok a korrupciót, ahogy látjátok, én már ki is próbáltam. És így léptem ki a magyarosan. És a másik, hogyha ezt a mágiát használjátok, és ugye kapjátok a korrupciót, akkor viszont a saját táncosaitok leveszi a korrupciót, amit láttok is. Ez is egy egész jó dolog, fontos dolog. Na nézzük. Nézzük a dolgokat. Én most dobtam el a konstrukciós kalapácsot. Na, akkor először megnézzük a lovat. Vagy az normál ló lett-e, vagy ilyen megaló. Itt vannak nálam ugye. Ugye az alapjátékban, amik vannak mágiák, a legtöbb mondjuk úgy fizetős mágia. Amit már nem tudom, hogy hol találjuk ezeket az élméket, vagy hol lehet összegyűjteni, elfelejtettem. Azt hiszem farmolni kell. A világban lévő mágusoktól lehet ugye megölni őket, és azt hiszem náluk van, de ebben már nem olyan benne biztos. Itt a cicus, és akkor itt a ló, amit ugye tegnap találtunk, szóval. Hadd oda. És akkor én, és akkor mindjárt megnézzük, hogy ez milyen ló lett. Vagy normál ló lett, vagy esetleg ilyen megaló. Megalódom. Meg fehér lóan szerintem még nincs. Már is fölkészültem. Nem ez az? Ó, bazd meg! Nem ez az. Ez a tönkement kaja. Baj. Mi kell hozzá? Jó, készültem föl teljesen, de hát ez van. Valahol van, azt hiszem fönt a pálinka főzde, abba tudjuk ugye ezt az ételt lecraftolni. Fú, ez mi a tökön? Ó, ezzel kajával kicsit keményebbek leszünk, vagy itókával inkább. Kell nekünk... Mi a matta? Ez.
Igen, aloe, egy sárga világ, meg egy izé. Elméletileg mindenem van itthon valahol. Aloe, aloe, aloe. Meg sárga lótusz. Elméletileg valahol van. Igen, aloe, sárga lótusz, meg egy kis leveske kell, aztán meg is vagyok. Azt meg veszünk ki valakitől, vagy követőből, vagy hűtőből, vagy valahonnét fiúk, lányok. Közben meg látom minden oké, okay, akkor a telefon bezárom. Bár igazából a Conan az... Az eddig nem volt gondi baj. Nekem 100 nem kéne, egyetlen egy kéne, basszus. De egyetlen nem tudok mi. Igen. Úgy. Mindjárt lekapcsoljuk. Nem itt megyünk fel, egy ahogy megyünk fel. És akkor lesz egy szép fehér lovunk is. Ilyen szőke herce fehér lovat. Csak igazából nem annyi szőkék. Nézzük. Kell nekünk... Ez, ez meg ez, és ez a... Ez kö, igaz? Az. Ezt lekraftoljuk, és akkor lesz egy fehér lovunk. Aztán megnézzük, hogy normál méretű ló lesz, vagy ilyen megaló. Megalodon. Ez is megvan. És akkor kell nekem ez a recept. Ez volt, igaz? Ez. Jó, akkor nyomasd a lovat. Ott is van a fehér csődő. Na nézzük. Szerintem ez sima ló lett, nem úgy értem méretben, gondolom, mondom. És látjátok, hogy alapból mennyi HP-ja van csak? 452, meg minden lónak, basszus. Szerintem ez sima méretű ló lett. Azért mondom, mert ugye a lovatnak is lejjebb vették ugye a HP-ját, és egy módolt ló basszus. A kicsit HP-sebb, úgy 10-szer ennyi HP-ja van. De kell is, ahogy láttátok, mert szét kapják a modos dolgok. Viszünk egy bunkót, legyen két bunkó, meg egy kötél, az kell nekem. Illetve valahol tettem egy nyelget. Ezt felaggatjuk, és akkor egy szép pegazusunk lesz, ahogy látjátok. Meg innen elvisszük kicsit máshová. Ahol letesszük ide például. Úgy. Mert hogy itt a helyed. Tökéletes. És akkor kell nekünk a nyílvessző, az legyen elsősorban nálunk. És akkor húzzuk ezeket a lovakat. Például ezt, mert ez kurva jól néz ki. Ez viszont azt hiszem démonbért kell a kajálásához, etetéséhez, de nem gond, mert az is van valahun. Valahun minden van, tudjátok. És akkor itt van ugye az, amit az alapjáték biztosít, ez a kapu, hogy kettő vagy hármat tudtok ugye letenni különböző helyekre. Megnyitásához kell ugye a ilyen vél, üveges vél, ami szintúgy ugye mágiától tudtok ugye kiszedni, azt majd megnézzük, és ugye kén kell, hogy aktiválni, ezzel tudjátok ugye aktiválni a kapukat, és akkor automatikusan úgy, mielőtt így kaputok összeköti őket, de azt hiszem kettőt vagy hármat lehet maximum. Ugye ahány ilyen kis fülecskéje van, vagy nem is tudom, hogy mondjam. És a portált be is tudjátok zárni, például, az meg ingyenes. És most mi oda megyünk. Csak nem tudom, a lovat mondtam, hogy kövessen, igaz, követ. Ez egy nagyon jó lehetőség szint, hogy ugye akkor, ha valakinek több bázisa van, akkor ugye ott van az ágy, ott van a matrac, illetve még lehet három kaputok is, azaz négy
nem spawnási hely, mert ugye itt nem kell meghalnotok, hanem egyszerűen ezt használjátok. Viszont ugye ez korrupciót okoz, viszont ezt a korrupciót ugye leveszi a táncos leányzó, hál' Istennek. Ezt a baszó blowat, ezt meg ide letesszük valahova. Oda. El ne menjen nekünk. Táncikálj egy picikét. Szóval először ugye ki kell tanulnatok a mágiát, ez most ismétlem, ez a sima játékbeli mágia. Ami ugye itt van a barlangban. Ami mindjárt mondok nektek ismételten, 5, milyen 5? Igaz? E5, hát közepe. Itt ugye befuttak a barlangba, láttátok, ott van egy pár ilyen hullajó teknős, de az igazából még ha most kezditek a játékot is, azért azok elég HP-sak, viszont igazából el tudtak mellette futni, mellettük, nem kell vele harcolni. Felszeditek a könyvet, aztán kijöttök. Vagy amint megvan az első követőtök, mert annyira ez a mágia szerintem nem lényeges. Szóval oda bementek, aztán még így szerzitek. Na, táncikáljál még egy picikét. Most mi a korrupció leszedés? Most megállt. Halló? Elmentem, abban maradt a vigadalom, most visszajöttem, most megy tovább, látjátok? Jó leszette. Na. És utána, amikor ez megvan, megtanuljátok ugye alapból ezt az asztalt, amit le kell craftolnotok. Ugye megkapjátok a kurák könyvét, mondjuk úgy. Meg ugye ezt az alapjoga receptet, meg ezt az asztalkát. És ugye itt tudjátok a különböző illúziókat összekötni a páncélokkal, hogy úgy nézzen ki, meg fegyverek is. Bocsi. Én amit jelenleg a játék nyújt, ezt kitanultam. És ugye a mágiahoz kell alapból nekünk... Ezt ne oda tett. Oda tetted? Ide hát, nekem az kell majd. Ugye itt van maga a joga, amivel tudtok mágiát használni. De ezt nem itt nézzük meg, hanem ki ilyet. Illetve vannak még... van... ez a... nem tudom milyen mondjam... temető. Ahol ugye... ha húztok be tralt, akkor tudtok ilyen zombit készíteni. Tudját, kiütitek a tralt, aztán egyszerűen ide behúzzátok. Itt van ugye ez a teleport. Itt van szint, ugye... bocsi, viszkelnózni. Kiütött tralt kell ide behúzni. És akkor tudjátok... lefejni a vérét, és utána azt meg tudjátok így üvegezni, mondjuk úgy. Ezt is megnézzük ismételten, és ugye itt meg tudtok idézni. Csak minden idézéshez ugye kell valami. Ahogy látjátok. De ezeket annó megnéztük. És én mindig viszkedanózni, ezért bocsi. És akkor megnézzük, hogy mik vannak. Előveszitek ezt a kis vackot. Kis vacak. És akkor menjünk valahova le inkább, én azt mondom nektek. De ez a mágia, amit az alapjáték biztosít, mondom, a saját vélemény, de ezt annól is elmondtam, inkább látvány, mint hasznos. Ez amíg itt mondjátok a zsigába, bubába, addig meghaltok. Sok életem, amit nem látom. Farmolás az például egy tök jó dolog a játékban, amit biztosít ez, mert környéken ugye mindent beszedtek, illetve... hát, nem is tudom. Van még valami, ami esetleg jó, mindjárt megnézzük. Nem annyira, nem emlékszem el mágián.
jobb gomb, utána mondjuk úgy, hogy megjön a menü. Halottak. Démonok kontrollálása. Itt van mondjuk úgy a főmenü. Itt tudjátok kiválasztani a különböző dolgokat. Természet elővé. Vége. Aha, ezzel lehet elméletileg farmolni. Na, ez például ingyenes, látjátok, hogy alatta nincsen zsákocska. Ez viszont már ott az a zsákocska, ez már fizetős. Ezzel lehet elméletileg farmolni, hogy környéketekről veszettek ingyenes. Ja nem, bocsánat, nem jól néztem. A környéketeken minden nyersanyagot láttok. Ennek sok értelmét nem látom. Viszont ugye ezt a mágiát használjátok, akkor kapjátok a korrupciót. Ez az első akkor. Élő voltak. Itt lehet élő voltak a cél? Ah, és van olyan mágés, amihez már viszonylagos korrupció kell. Ahhoz, hogy ezt használni tudjátok, legalább 20% korrupciótoknak kell, hogy legyen. Ez se igazán nem értem, hogy minek. Ez a jég hír. Nem. Ez a mai napi nem tudom, hogy mi akar lenni. Biztos. Ezeknek sok értelmét nem látom. Vagy csak elnézek hamar gyorsan azt, hogy mit ír ellen, hogy ez démonok kontrollálása, nem olvasom még nyilvánosan. Ez is 20% korrupciónak kell, hogy már legyen. Hogy tudjuk használni. Ez a 20%-os korrupciónak kell, hogy legyen ez K.O. Ez az utolsó. Akkor az utolsónál vagyunk már? Na, ez a jéghíd. Bár itt igazából jéghidat nem tudunk építeni, szóval ennek például itt sok értelme nincs. De például, ha oda föl akarunk menni, talán ez itt összejöhet. Félig meddig. Innen vajon szerintetek mi? Megy hamar gyorsan egy? Miért tűnt össze? Hát most jön össze. Várja. Ne alattam. Ez sem mindig működik, na. És ilyen fél percig bírja kb. Utána így összeomlik. De túl sokáig ne időzzetek rajta. Yes.
ez az a mágia, amikor így mondjuk, hogy könnyebbek vagytok, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Azt hiszem ez arra jó, hogy nem tudtok meghalni esetleg, ha, vagy meghaltok, ha, de ha túl magasra estek le, akkor ez valamilyen szinten fölfogja az eséseteket. Elméletileg. Hozzáteszem. Szerintem ezt nem próbáltam ki soha. Lassabban esel Ligia is ott bal oldalra. Ez a magma folyam, 20%-os korrupció. Én nincs már 20%-os korrupció? Nem hiszem, hogy még nincs meg. Vajon itt összejön a híd? Melyik volt a híd? De nincs a teljesen. Ez igaz? Oda, oda nyomass egy hidat. Na ez összejön. Nagyjából. Valami az, ez is jó. Élő voltak régióit kívánom hívni. Na vége, megvan 20%-os izé. Ez az a sötétség, amikor jönnek, szó szerint az élő voltak. 20%-os korrupció kell, hogy be tudjál menni, és utána még 40%-os korrupciónak kell, hogy legyen, hogy használni tud. Ez jó, nem? Az majdnem fél HP. Na, ezzel tudunk köpködni, mondjuk úgy. Ide hív egy jószágot, de nem jön, ha emlékeztek. Honnan fog jönni? Én jön, ja. És ugye, ott a jószág HP-ja is, meg a sztaminája. Addig tudunk köpködni, mondjuk úgy. És ne felejtsük el, hogy most ilyenek halandókaim, szóval túl magasra nem menjünk, mert ha magasra esünk fel, akkor nekünk K.O. Meg el is tudjátok engedni C-vel, hogy látjátok. Jihá! Zuhanó repülés! De még ne. Megtámadjuk a szomszédokat. Zuhanunk. Mayday, mayday. Az egész messze lehet felmenni, hogy látjátok. A maci a cél. Ne, a háztető a cél. Úgy gyerekek, nagyon, nagyon megy le a stamina. Most már nem csapkodunk, nehogy leessek. Ilyen magasról. Ez fájhat, ha innen leesek. Engedem. Viszhal. Akkor most már szerinted megvan a korrupciónk? Ahhoz, hogy használjuk a többit. De én nem tudunk egy hidat készíteni le. Mert ezek szerint olyan jó 40%-os korrupciót jól összeszedünk. Abba akad, abba!
Összejött a híd. Na mindegy. Ez a százalékos korpuszok olyan megvan? Még nincs. Kicsit messzebb akar, mert vannak olyan mágiák is, amik másra is veszélyesek lehetnek. Mondjuk úgy. Ja, ez volt most. Elnézést. Ó, itt kettő is van. Ezzel a mágiával tudjátok ugye egy hasonmást kivetíteni, és akkor a környékbeli ellenségek őt támadják X ideig. Ez most melyik volt? Másika meg aztán eltűnő. Hajime! Itt a Goa'uld álcázó berendezés. Ilyenkor még nem látnak. Csak azt nem értem, a mágia az minek a korrupció. A módos mágia sokkal jobb. Nem akarom lehúzni a játék alapjátéknak ezt a funkcióját, de szerintem sokkal jobb az az. De ezt annól is mondtam nektek. Akkor most már szerintem megvan 40%-os korrupció, nem? Ja. Ez mi? Most lesz sötétség és jönnek a zombik? Aha! Most lesz komolyan sötétség és jönnek a zombik, azt... Hát beszálltam saját magamtól, bazd meg. Azt nem itt kéne, hanem inkább a izénál. És akkor mi az utolsó? Akkor már tudjuk az utolsónál is használni a dolgokat. Na, így lehet farmolni a játékba. A környékről mindent kiszedtek. Ez például a farmoláson tök jó. Viszont ha jól emlékszem, 50%-nál nem megy lejjebb a HP-tok, meg a stamina-tok a... mi ez, mágia használattól. Úgy értem 50%-ig megy maximumra. Hú, elindítottam a felvételt, jó. Oké, hogy a story megy, de... hát föl is kéne venni. Na nézzük. Megidézzük az élő holtak légióit. Azoknak sincs nagy értelme, mert nem valami HP-sak. Az melyik volt, vezdek? És eljön a sötétség.
ez az. Ilyen köd lesz, és a ködbe jönnek a zombik. Ja? Már lődöznek, ha látjátok? Itt jönnek a zombik. De ezt mondtam, hogy nem egy nagy szápéjuk van. Sokan vannak, és a játékosokat PvN nem támadják meg, de a saját állataitokat meg a többit fejt meg. De azért ez baszul néz ki, hogy így jönnek elő a földből például. De sok értelme ennek sincs, hogy látják. Nem emlékeztem, hogy ennyi zombi jön. Legyőzték a csontosokat? De. És ez egy elég nagy környéket befog különbe. Látok, itt használtuk a mágiát. Ez meddig megy? Itt már tisztul. Hát egy ilyen nagy helyet befoglal, ahogy látjátok. Így délen ennek még azt mondom, hogy van értelme, pláne hogy ennyi zombi van. Nem emlékeztem, hogy ennyi zombi van. De azért mondom délen, mert azért 100 HP-juk van. Ha most éjszakon ezt használjátok, sicsúgy szétütik őket. Nagy értelme nincs. Nem beszélve, hogy ugye mekkora korrupciótoknak kell, hogy legyen, hogy ezt használni tudjátok. Igen. Nem tudom már, hogy mit néztünk meg, mit nem. Ez a magma folyam. Vagy pajzs. Ez nem így volt. Emlékszem, hogy ez így hullámba ment elő, ez ilyen támadás volt. Most meg ilyen fedezéket biztosít, ahogy látjátok. Oké. Okay. Ezzel bányászunk. Ez besötétít. Egész szépen. Mekkora területen besötétség? Nagy érszelően sötétedik be, basszus. Aha, jó. Ez meg azt hiszem a villámcsapkodós. A természet elje.
támad csak kocsi. Ez hogy jött ide, bazd meg? Hát ez már ilyen, hogy így a környéketeken úgy szétbasz mindent. Hát igazából ennyi az alapjáték mágiája, fiúk, lányok. Egy-két dolog van az, ami hasznos. De a többség az inkább így látványos, ahogy látjátok. Ez nem tudom, ez meddig marad meg szerintetek. Viszont ahogy látjátok, elég nagy korrupciónak kell, hogy legyen rajtunk, hogy működjön. Viszont akkor ezt kiteszem. És akkor megnézzük a modos mágiát. Mondjuk úgy. Röviden tömören ennyit. De akkor kezdjük az alapokkal, ugye a sima játékban a dolgokkal. Mennyi az idő? Fél tíz? Aha. Ezeket betesszük a szépbe. Biztonságban legyen. Szó szerint, na nézzük. Ugye különböző élmék, amik kellnek a mágiához, esetleg. Igen, ez kell nekünk, és kell majd nekünk. Szedjük a korrupciót magunkról, legyünk már korrupta. És addig én meg elmélyek, mindjárt jövök, fiúk, lányok. Ez úgyis egy pár perc megvan, hogy a táncos lányunk levegye a korrupciót. De legalább ez működik. Mindjárt jövök. Hát vissza még a csetbe. Na, meg is vagyok, közben le is vette a korrupciót rólunk a hölgyemény, akkor vissza, na, nézzük. Úgy, ilyen, ígyunk egyet. Kaja van, nem sok, de azért még van. Ígyunk, vígadjunk.
És akkor hivatalosan a mód az biztosít fiúk, lányok, várjátok, meg kell számolni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mágiát, mindegyik valami más. Szerintem kezdjük innét. Ilyet is kraftolhattok le, ezt magatokba kell ide, vagyis igazából vagy a pálcát kraftoljátok le, de ez az erősebbik, azt hiszem. Várjátok, ez 38-at sebez, ez 3-as, 2-es, 1-es. Jó, 38 akkor, bocsi, legnagyobb. Itt van ugye, hogy mi kell hozzá. Itt azt is, hogy ahogy látjátok, hogy a T3-as mágia az már mondjuk úgy, hogy kell a T2-es, szóval nem lehet azonnal a T3-as lekraftolni. Itt vannak az anyagok ugye, hogy mi kell hozzá. Ezeket ne kérdezzétek, hogy van. Ez nem tudom, mi akar lenni. Illetve itt le lehet még kraftolni ilyen pálcát is. Ez már, hogy látjátok, jóval többet sebez. A maxos pálca az 53-at sebez, ami ez. És kell hozzá a lövedék is. Ami a lövedék is többféle van, és mindegyik többet sebez, ahogy látjátok. Meg ugye több anyag is kell hozzá. Uncut Rubint, meg Demon Veil. Uncut Rubint azt hiszem bosszokból találtunk tegnap, vagy találtunk. És egyszerűen így hozzáadjátok. És akkor ez a... milyen mágia ez? Tűzmágia. Van, ahol több... féle lövedék van, több lehetőség, való kevesebb. És akkor ezt így a környéken meg is nézzük. Meg visszatér majd ide is természetesen. Hogy kell bélcsapolni, meg hasonló. Viszont ez a mágia nem okoz egyik se korrupciót. Ez mindenképp jó, meg sokkal többet is sebez meg. Ez legalább hasznos harcban is. Mert nem kell itt mondogatnotok, hogy zsibaba, bababa, meg mit tud élni. Nem azonnal tudjátok használni. Kipróbáljuk a környéken lévőkön. Égyen a csodaszár... na jó, ez van a csodaszáros. Na, igen, sokat sem. Hagyja! Ez semmit nem sebzett. Jó, közben ennyit tud. Tűzövedék meg valamilyen ha-ha-ha. Nem tudom, hogy az mi. Viszont azt hiszem tűzből többféle van. Meg jó is néz ki a pálca, hogy látjátok. Meg minden más is. Mennyi nyers combom van, basszus? Egy ilyen kis kaját, köszönöm. Hát ez kicsit így érdekes volt. Még teljesen nem töltött be a játék, hogy láttátok. És ezeket ugye, amikor kitanuljátok a bizonyos helyeken, a mappon, visszatesszük. Ugye tegnap, nem tegnap előtt. Ugye, vagy tegnap? Tegnap, azt hiszem tegnap volt. Vagy pénteken. Nem tudom, valami, nem, pénteken nem volt. Akkor tegnap volt, bocs, nem tudom, hogy mikor mi volt. Ugye voltunk itt az arénában, ahol a sárkány, és annak a második emeletén van valamelyik. Azt hiszem ott a vérmágia. És amikor kitanuljátok, visszatettem, jó. A hús az mélyben nem van. Na, itt már többféle lövedék is van, ahogy látjátok. Mindegyiknél a legjobbat nézzük csak meg, mondjuk úgy.
Itt van ez a bot, ez 69-et sebez, a sárkány botja. Ahhoz kell xalium, gyémánt, krómium metal, meg misztriadust, valami. A másik az 62-t sebez, ahogy látjátok. Meg vannak ezek a különböző... Hé, ez többet sebez. Na mindegy. Meg vannak ilyenek is, például az utolsó mágiánál, annál biztos, hogy így van, aztán az víz. Ott nincsen bot, hanem... Ma nincs bot, hanem csak ilyen mágia van. Ami végülis a botot helyettesíti, ugyanúgy ide beteszitek, ráhúzzátok a töltényt, de ezt majd megnézzük. Töltényt. Végülis azt nézzük, azt a töltényt. És itt, ahogy látjátok, többféle lövedék is van. És mindegyikhez más kell. Akkor ezek kellenek nekünk mind. Kezdjük az alappal. Hú, de tüzes leheletem van, biztos segítettem. Na, és amikor kitanuljátok ezeket, ingyen bélvente, ugye, csak oda kellett menni és elkattintani, akkor melyik asztal az? Ez az? Ez lesz szerintem. Akkor ebben az asztalban a Studiosoft-e, inkább nem mondom, nem egy angolos. Itt tudjátok lecraftolni a magát az oltát, a mágia oltát, ahol továbbiakban ugye tudjátok ezeket a lecraftolni. Mindegyikhez más kell, ne kérdezzétek mi. Követ tudom meg a kristályt, a többi az nem tudom mi. Tomeof, mit tud én, milyen könyv. Tomeof, nem túl, ez az. Meg ezeket a hozzávalókat sem tudom, hogy mi hol van. Nincs annyi időnk sajnos, ahogy mondtam nektek, hogy hivatalosan még így játsszuk. Ezt meg normálisan megtanulja, hogy mi hogy van. Alapjáték egy 2-3 hét jön a homokvihar. És akkor utána még akkor itt van maga a módok is. Ez legalább még, meg ugye ott a végten nem tudom, hogy mennyi feladat van, de jó pár évesek a módok. Szóval biztos, hogy jó pár feladat van NPC-ktől. Szóval valószínű, hogy egy fél év tartalmat biztos, hogy biztosítanak. Jó, homofia. Azt úgy előttem fölötte. Megérkezett a homofia. Szóval ez kicsit hasznosabb, mert ez csatába is használható. Na gyere ide! Csillítettem! Ide jössz, vagy én menjek hozzá. Tű! Ez nem jött össze. Az most hova ment? Kicsit bebágzott a kecske. Úgy szóval, de nézzük. Egy lövése mennyit sebzett? Ezek szerint elég sokat. Lehet, hogy ezt már emberken kéne kitesztelni, meg, hogy értitek. Az által már nincs sok HP-ja. Hogy mennyit sebez? Papíron ugye ez 29-et sebez, de valószínű, hogy jóval többet sebez. Szóval nézzük meg inkább NPC-ken. Ott is van. Mennyi a HP-d? Aztán 750 alapból, igaz?
meg tudják akasztani a mágiámat. Új, szén égetjük azzal. És még tüzel. Van kakaó benne, na. Jó, akkor ez volt az alap. Inferno. Tudom, miért az Inferno? Csak kell két újabb, legalább két újabb páciens. Mert nem az NPC-nek. Ugye, vagy mindegyik NPC, de ugye ez kereskedő. Ó, egy zigi, így ég. Ha, oda lebaszod, és akkor tény minden környéken. Jó, nem rossz. Akkor ezek megvoltak. Akkor nézzük ezt, ez mit tud? Aha. Igen, igen. Az mind ilyen tüzes jószág. Aha. Szerintetek ott mennyi HP-ja van? 4500. Az azért van, nem mennék neki. Nice to see a friendly face. Mi van már? Van már ilyen könyvtök, jó? Igen. Van ilyen, mit tudom én mi. Meg olyan, mit tudom én mi. Igen, jó, hát... köszi a semmit. Hopefully I see you around. Jó, akkor ez megjelen, ez... mi ez pillanat? Ez van most benne, igaz? Ez meg ilyen tűztámadás, ilyen tűzkör, vagy nem tudom miért nevezzem. Ez valószínű, hogy ilyen többen nem jelen jó. Na mindjárt megnézzük. Igen, nem is ebbet, hál' Istennek. Ilyen tűztornádónak mondanám. Meghalt? Meg most. Elég sokat sebez. És akkor itt van még ez. Ez mi? Ez meg ilyen bomba? Bomba jobb, szó. Of set, identify yourself. Oh, elfogyta Szamián. Ez így fölrobban és a körülötte minden elé. Ahogy látjátok. Hé, hey, éppen megégett telefona. Jó néz ki. Szegény sepermelőjek, nem? Békésen itt tesztelgetjük őket. Milyen jó a mágia, a módos mágia. De ennek legalább van értelme. Itt már kihalt mindenki. És akkor itt más lövedékünk nincs, ahogy látjátok. Hát nekem a legjobban, megmondom nektek. Melyik volt az? Ez az? A tűztornádó? Aha. De nem, nem ez az. Ez volt az? Ez
Ez. Ja, link, köl. Aha, költűz, vagy mit én. Hát nekem ez tetszik a legjobban. Meg szerintem ez a leghatásosabb. Egész környéket megégeti, mondjuk úgy. Várjatok? Mágia használatkor a pocasztról kicsit följebb megy, meg az FPS kicsit leesik. Meg olyan látom, kell sötétenni. Na nézzük. Mindjárt besötétedik, fiúk, lányok. Szerintem én hozok egy kávét magamnak. Szóval egy ilyen... egy 3-4 perc pihi. Már kezdenek jönni a csillagok, ahogy látjátok. Szóval egy-két percen belül besötétedik. Fölfutunk. Kipakolunk. Itt volt egy kis lag. Elővesszük a másik Józsefet. És ez még csak a második mágia volt, basszus. Most jön ez. Aztán ez a VR... mit tudom én, mit... Várjátok, de hát ez is tűz. De hát ez is tűz volt. Elég sok a tűz mágia. Bocsi. Aha, itt mindent nem kraftoltam, ne ezek szerint. Mindegy. Tudom, gyorsan egy kísérlet, hogy mi micsoda. Ez mi volt? Hát menjél már a faszba. Kutyát nem sebzem, igaz? De nem tudom, jó? Jó, hát majd megnézzük, hogy mi micsoda. Eddig visszamegyek a hölgyhöz, hogy legyen mit néznetek. Így beállok. Mindjárt jövök, hozok egy kávét, fiúk, lányok. Már sötétedett, sötétben nem megyünk. Jaj. Szép a háttérkép, minden szupi. Hát mindjárt jövök.
Ez a második kb, de hullá vagyok fiúkány. Már szerencsé annyira nincs izomlázam. Ezt hozzáteszem. De azért még itt ott faj. Szóval... Kis csibbos. Kis látte. Na nézzük. Lassan fel kell a nap is. De azt mondom nektek, hogy lehet, hogy nem is kéne így folyamatosan visszajönni. Mert mihetném magunkat, de igazából több pálcát is. Meg töltényt. Mert szerintem annyira... Össze nem hinném, hogy kevernénk a dolgokat, meg annyira nem hiszem, hogy nehéz. Szóval egyszer viszünk több pálcát, meg töltényt is. Ja, ez lesz a villám. Sok súlyt nem fogyaszt, ahogy látjátok. Jó, legyen egyenlő ennyi. Ezekkel kíváncsi leszek, hogy milyen lesz, vagy hogy lesz. Na nézzük. Sups. És közben kell fel a nap is, tökéletes. Inkább NPC-ken kéne, úgy értem, trallokon nézni a mágiát, mert ugye az állatoknak sok HP-ja nincs. Abracadabra. Vagy hogy van a Harry Potterben? Abracadabra. Ó, ez ennyi csebze. Ez az, ami történt. Vagy? Nem volt szándékos. Önvédelem volt. Szerintem még vissza nem spawnoltak. NPC-k esküldöd, meg tudjuk ölni. Gondolom, hogy meg lehet ölni. Oh! Hogy el tudod magadtól taszítani? Ah, szóval ez ilyen mágia. Azért mondom, mi az, hogy nem dől le? Ahogy látom, van kis késteltetett hatása. Milyen? Immunis lesz? Várjatok. Nincs staminám. Nem tudom, hova lőttem. Pillanat. Nézzük meg a másikat. Ez többet sem ez. Ez ilyen tűz. Egyé. Ezt eléje kell igazából. Jó, meg lehet ölni. Meg legalább így látjuk, hogy mennyire hatásos a mágia. Hát eléggé, hogy látjátok. Égjél. Hát ennyi volt szerintem. Ó, és azért vannak nál jó cuccok, ha meghal. Meg, ugye Estartnál van új kereskedő. Pillanat, ezt elteszem. Akkor jön az elektromosság. Annak egy történje van csak. Hová? Ó, hogy villámik. Ah,
Szóval ennek ugyanaz a támadása, mint az alapnak, illetve ilyen elektromos villámok. Ez már kell lenne benne, hogy nem? Ezek egész jó cuccok. Szóval ez meg az elektromosság, fiúk, lányok. Én megcsapkodja a könnyéket a kettőből. De ez is ilyen több NPC ellen jó. Látjátok, jön ilyen felhő. Az mi volt? Itt viszont más támadás igazából nincs, ahogy látjátok. Ez is ilyen több NPC ellen jó. Vagy ellen, enemy ellen. De jön föléjük a felhő. Ez is tök kapa. Ahogy a villámok itt szétbasznak mindenkit. Ez is hasznos eléggé. De ez a mágia, ami a módhoz van, ez hasznos. Meg kurva jól is néz ki. Az a villám is tök jó, fasza. Itt kettőféle van. Na? A gyengébet nézzük meg. Ez mi volt? Ez mi? Ó, elbaszom magamtól őket! Bocsánat. Sötét nagy úr! Így folyamatosan ellököm őket, meg sebzem. Oké. Köszönjük, hogy benézett. És akkor mi a másik lehetőség? Ez meg ilyen mérges gáz? Mondja, én elhiszem. Az mérges gáz? Valami mérges gáznak mondanám. Ott a gőze, füstje, vagy nem tudom milyen. Hogy látjátok. Jó, hát ezek a mágiák, ezek jók. Nagyon. De inni kéne. Szerintetek szegény kecske... Az nem halt meg? De az meghalt. Lehet, hogy ma még pörgyünk is lesz. És akkor még két mágia van a játékban, és akkor megnéztük őket. És akkor szerintem, hogy szó szerint csak a mágiáról legyen szó ebben a streamben, szerintem akkor kicsit leállítom a streamet. És akkor még utána ebédig lehet egy stream. Elmény kicsit egy-két dungeonbe. Meg kell nézzük az alap dungeonöket, hogy mennyien változtak meg esetleg. Vagy nem. Még ezeket meg kéne ugye nézzük. Vél lefelé is meg hasonló. Ez igaz? Ez volt. Ez a villám. Igen, és akkor ződ meg ez.
Ja, de igazából ott is van, ja. Jó, és akkor még két mágia van. Na, ez is tűzme... Miért van a három tűzmágia? Ez szerintem ugyanazt tudja, nem? Abár itt van még más is, ahogy látjátok. De ezekből nem kaptoltam egyet sem. Igen, megnézzük, hogy az asztalizában ugyanaz, mert ugyanaz akkor nincs értelme megnézni. Ugyanaz. Esetleg még ezeket lehet, hogy jó lett volna. Minden. És akkor a vízmágia van. Itt meg viszont nincsen botocska, hanem csak ez a... Mit tudom én mi ez. Ez már kezemben működnek a dolgok. Ha ő mondja, én elhiszem. Ezt viszont szerintem állatokon nézzük meg, ez szerintem mondja nem hatásos. Ez szerintetek sebez? A válasz az, hogy igen. Nem kell fölkenni. Jó, lehet, hogy ezt is jobb lenne NPC-n, mert ezek szerint több mint 150 csöbb ez. Persze, és jön az egész csőre. Nekem egy elég. Jézus, nem tűnik olyan hidegkeménynek. Sebez ilyen 150-eket, de... Egy B1-ben azt mondom, hogy jó, de talán eddig a vízmágia az, ami a legkevésbé jön be. Az a villám az jó volt, meg a tűz. Az a tornádó. Na, ezeknek a mágiáknak, modos mágiáknak van értelme. A játékban még mindig azt mondom, inkább látvány. Falmolás az jó. A jéghíd esetleg jó lehet, meg az, hogy tudtok röpködni. De az eléggé korruptaknak kell, hogy legyetek. Ugye több mint 40% korrupció kell, hogy azt használjátok. Szó szerint. És akkor ez volt a víz. Tűz, víz, föld, levegő. Egyesüljetek. És megszületett a bolygó kapitánya. Jó, és akkor a maga az alapjátékban ugye... Kell nekünk a talunk. Angyalom, jöjj velem. Csak a fegyverdet kicsit add oda és kapsz egy bunkot. Mert kell nekünk két tal kell, igaz? Mert egyet le kell fejnünk.
a VR-ét, egyből megcsinálunk egy élő zombit, mondjuk úgy. Valamit nézek. Vasárnap játszanak. Érdekes. Az még oké, hogy híjat szokott szombatonként élni a játszani, de vasárnap basszus. Vasárnap egyetlen nem nézem, hogy játszott volna. Na, akkor kell nekünk két tal. Most az lenne jó, ezek itt már visszaspawnoltak volna. Bár szerintem még nem. Eltűnt a... izé. Azt nem kéne bántani, bár meg lehet, hogy én szóval szerintem kiütni is ki lehet. Ott van egyedül egy József. Bár szerintem ha neki menjünk, akkor jön a többi is. De nem baj, megöljük. Kemények vagyunk. Mondom. Jön az egész nép. Mi a papok meg már ki lettek ütve? Pillanat, ezt add vissza. És itt a késed. Már ki is ütött ennyi katonát, az jó. Hé, hey, ennél van kép. Nála egy kép elvisztük. Én láttam, hogy valaki ki van ütve. Ő is ki van ütve, tökéletes. Meg ő is végig van ütve. Meg is van két tal, aki kell nekünk. Ott hagyjuk a talunkat, hogy nehogy galibát okozzon. Még mindig a hulla. Né, az ember nem tudja eldönteni, hogy már visszaspónolt, vagy ez vagy még él. Hölgyem. Itt várjon, köszönöm. Akkor az alapmágiához ugye itt tudtok csinálni zombit, hogy egyszerűen beteszitek. És készítés. Ja, és akkor még itt... Ó, bazd meg. Még nekem itt el kell mondom a jib-jubbot. Ami gondolom korrupciót okoz. Ja. Nem is néz ki rosszul. Ja, meg ő alapból ki van maxolva. Azt se felejtsük el. Menjünk itt ki. Aztán menjünk a... tudjátok van. Miatt vissza fölkelne a Józsefünk.
Meg ne hagy. Mert azért egy pár perc is ugye fölkelnek a kiütésből. Nem szóval akkor kiütjük is meg. Bár azért látszik, hogy a modostal az milyen hamar kiütötte őket. Szerintem két ütés volt. Ja, bunka az nem kell nekem. Ő kell nekem. Öt meg lefeljük. Ne gondoljatok össze, a B-t fejjük le. Oké. Okay. Illetve, hogy most ugye Restartnál spawnol vissza az egész világ, így most, hogy megöltök igazából ezt az NPC kereskedőt, így legalább majd amikor visszaspawnol, új dolgok lesznek nála. Ez sem egy rossz dolog. Ó, ez már él. Szerintem elég pocsék helyen jött. Nem tudta, hogy hova jön. És ugye ez a mágia az elég sok ilyen vérkel. Szóval tart, a kiütitek, egyszerűen ide beteszitek, akkor ott is lesz, ahogy látjátok, pucéra, elkészüljetek föl. Ezt elteszem. Például ugye itt is kell ez a vér. Meg itt is, meg igazából mindenhol látjátok. És akkor egyszerűen... Hát ki kell véreztetni. Ez eléggé undi. Most ne nézzen oda, aki nem bírja a dolgokat. A mági áldozatokkal jár. Igen. És utána még be kell palackozzuk. Ami ez ugye kell palack. Ez viszont nem tudom, hogy mi. Na és akkor megnéztük az alapmágiát, ami a játékban van, illetve a modos mágiát is. A modos mágia az sokkal jobb. És akkor most még eltüntettem a korrupciót, fiúk, lányok. Meg kidobáljuk ezeket. Meg megnézem, mi ez a kép, amit találtunk a hullába. És akkor utána találtunk egy kis szünetet, hogy ez kifejezetten csak a mágiáról szóljon ez a stream. És utána egy 10 perc kb. Is elmények ide a környéke egy-két dungeonbe. Jó, lejött. Ez milyen, mi ez a kép? Hát sokat látok így. Hát ott vagyok, ha nem, a két sárkánya vagy miben harcol. Ah, tök jó ez a kép. Itt tartjuk is. Fegyvereket visszatesszük. Oda meg oda. Ezeket meg eltesszük, meg... Ja, meg vannak nálam még cuccok is, jó tudni. Ezeket még hamar gyorsan kivágjuk. Ezeket ide, ezek meg nyersanyagok, azokat meg be a szépbe. Nem. Bocsi. Ezeket bedobáljuk. Jó, na hát akkor megnéztük a mágiát, fiúk, lányok.
És akkor most látok egy 10 percet szünetet, és akkor fél 11-től még egy kicsit itt a... Szerintem elmegyünk a... El lehet meg kell nézni a Sepelmeri Dungeon-t, mégis az itt van, meg elmenni az ezüst bányába. És akkor az ebédig az úgy mondjuk úgy le van tudva. Na, ott itt van valami. Jó. Na, köszi, hogy itt voltatok, további szép napot. Mondom egy 10 perc, hogy ez a stream, ez csak a mágiára szóljon. És utána folytatjuk. Na, sziasztok!